tehetséges énekesekkel, történelmi öltözékben harcoló katonákkal és küzdősportokkal is megismerkedhettek a gyerekek a Majsai úti általános iskolában megrendezett tehetségnapon. 6 éve járok erre az edzésre, a neve Aikido, és eléggé nehéz, meg sokat kell rá gyakorolni. Az iskola zsibongója tele volt kíváncsi kisdiákokkal, akik könnyen tanulhattak idősebb társaiktól. Ezen a napon nem csak a tanulóknak a tehetsége tud kibontakozni, hanem a műhely munka során egy olyan interaktív foglalkozásról van szó, ahol valóban minden tanuló belekóstolhat a tudományba, és esetleg kedvet kaphat hozzá, belátást nyer abba, hogy a többi tanuló, a tehetséges tanuló miben ügyes, miben ügyeskedik. Gabrik Viktor a műszaki standon mutatta be napenergiával működtetett autóját. Elektromos árammal működik, most nincsen batteribéhűz emeltetve, hanem az idén versenyre meg lesz csinálva, napenergiával a lámpák, amik itt fognak kijönni, meg lesznek csinálva, hogy napelemmel fognak világítani. Fizikai kísérletek, biológiai ismeretek, de a magyar nyelv ápolása is helyet kapott a tehetségnapon. Vannak itt ilyen házi olvasmányok, meg mindenféle találós kérdések, és aki megmondja a helyes választ, az kap cukorkát. Az igazgató szerint a gyerekek ezeken az eseményeken tudnak csak igazán megismerkedni a tankönyvben leírt fogalmakkal. Minden standon, minden asztalnál egy-egy tantárgyat láthatunk, annak az érdekességeit és különlegességeit tudják a gyerekek látni, kipróbálni a gyakorlatban is. Az idén második alkalommal megrendezett tehetségnap hatalmas sikert aratott a gyerekek között. Az eseményt a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács támogatta.